Steiner Pál, az MSZP országgyűlési képviselője, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A parlamenti antiszemitizmusról fogunk beszélni, mondtam én ezt a kedves nézőknek. Ez egy döbbenetes mondat ugye önmagában, mert hogy az, hogy parlamenti antiszemitizmus 2012-ben létezik Magyarországon, ez önmagában is az. Létezik? Ez abszolút létezik. A parlament megalakulásától kezdve folyamatosan ezek a botrányok, ezek a botrányos hozzászólások, kiszólások is, amit a kedves tévénézők nem láthatnak a tévéközvetítések során, azok a beszólások folyosón, szünetben, más helyeken, amelyek alapján nyugodtan megállapítható az, hogy van egy képviselőcsoport. Ez a Jobbik. A Jobbik, amelynél ez egyszerűen egy napi gyakorlat, és arról is beszéltem már a nyilvánosság előtt sokszor, hogy a Fidesz képviselőcsoportjában pedig van egy nagyon hálás közönség, aki jókat derül ezeken a beszólásokon. De nem azon derül a fideszes közönség ott a parlamentben ezeken a beszólásokon, hogy az MSZP-s képviselőket cinkelik? Tehát nem annak örülnek, hogy megint kaptak egyet, függetlenül attól, és ez nem mentség természetesen, hogy milyen módon kapták? Nem, szó sincs. Tehát konkrétan úgy érzi, konkrétan, hogy az antiszemitizmusnak konkrétan örülnek? Konkrétan az antiszemita megjegyzéseknek van hálás közönsége. Jó lehet látni azokat az arcokat, akik egyetértően bólogatva, mosolyogva bátorítják Lenhard Balást vagy másokat, Novák Erődöt és hasonlók. Ez egy súlyos állítás. Ezzel azt mondja, hogy a kormánypárti képviselők gyakorlatilag buzdítják a nem jobbikosokat azt mondtam, hogy arra, hogy ezt tegyék. Nem azt mondtam, hogy minden kormánypárti képviselő, de azt állítom, hogy a kormánypárti képviselők között is vannak jó néhányan, akik hát így ítélik meg, és van egy rendkívül káros jelenség, amely nap mint nap jelenik meg, hogy a humor kategóriájának tekintik az nem túl durva antiszemita kijelentéseket, én szerintem pedig ez nem humor, ami meg a konkrét ügyeket, legutolsó konkrét ügyemet illeti, ott egy sunyi magatartás volt, és ezért gondoltam azt, nem örülök az ilyen súlyos szavaknak, szerintem nem a képviselőházba való, de ezért döntöttem úgy magamban, hogy ezt már nem hagyom szóvá, és a legkeményebb hangnemben utasítottam vissza ezeket a állításokat. Az történt, hogy miközben nem volt a teremben, Pörzsö Sándor a származásával tréfálkozott, amivel kapcsolatban ön tette egy érdekes megjegyzést, hogy gondoltam, már csak rá kérdezek. Azt mondta valóban, hogy nem tudom, Pörzsö honnan tudta a származásomat, ha csak ki nem kérte a leleteimet? Igen, mert én ezt egy abszolút magánügynek tekintem. De milyen leletei vannak önből a származása, legyen hát az bármilyen kiderül? Nemrég lehetett olvasni arról egy másik képviselőről a Jobbikba, akiről később kiderült, hogy van köze ahhoz a társadalmi csoportnak, akik erőszeretettel gyaláznak. Ugye Szegedi Csanádról igen. Beszél, de hát Szegedi Csanádról a Jobbik most már kiderítette azt is, hogy köztörvényes bűnözőnek de engem látják. Ez a hülyeség nem is érdekel. Engem az érdekel, hogy az, hogy én milyen származású vagyok, abszolút a magánéletem részének tekintem. Én amikor szót emelek az ilyen antiszemita, szélsőjobboldali retorika ellen, akkor nem azért teszem, mert milyen származás vagyok, hanem azért teszem, mert felháborít. Na most Mesterházi Attila az önügyében azzal a kezdeményezéssel fordult az Alkotmányügyi Bizottsághoz, hogyha valaki nincs benne a teremben, a következő ülésszak kezdetén 2 percben reagálhasson az őt érintő, bármilyen módon őt érintő témában, tehát ez nem konkrétan az antiszemita megjegyzésekre szólt, ez bármire lett volna érvényes. Ezt furcsa módon még néhány fideszes képviselő is pártolta, furcsa azért, mert végül is mégsem ment át a bizottságon. Nem ezt pártolták, ez valóban egy olyan házszabályi kérdés, amely az én ügyem kapcsán került napirendre, de a házszabálynak van egy ilyen hézaga, hogyha egy képviselő személyes érintettségbe szerepel egy másik képviselő hozzászólásra, és nincs bent a teremben, mert például egy bizottsági ülésen van, akkor nem tud reagálni, a házszabályt módosítani kell. Ami támogatást illeti, sajnálom, hogy az Alkotmányi Bizottság elnöke Salamon László elnök úr, aki a hírek szerint alkotmánybírósági tagság várományos, nem támogatta, de ami a konkrét támogatást illeti, ott valóban fideszes képviselő társam is megszólalt, Gulyás Gergely képviselőtársam, és megszólalt Siffer András képviselőtársam, mert hogy ezt az egész ügyet, amely kapcsán ez az állásfoglalás ügye kirobbant,
egy túlérzékenységnek akarták minősíteni, és nagyon jól esett nekem, hogy e két képviselőtársam nem az én személyes érzékenységemről beszélt, hanem arról beszélt, hogy a magyar parlamentben ilyen antiszemita kiszólás nem lehet. Azon gondolkozom, hogyha egy ilyen az alkotmányi bizottságon sem megy át, akkor az ember hogy gondolhatja azt, hogy valaki ellen fog állni ezeknek a megjegyzéseknek? Tehát az maga az alkotmányi bizottság lenne az, független attól, hogy mely pártállású elnöke van, amelyiknek dolga lenne az alkotmányból következően akár, ami már alaptörvény, ugye fellépni ez ellen, ha már a józanész és a tisztesség nevében nem. Hát ez egy alkotmányi bizottságon lehet jogászkodni. Itt is nyilván volt egyfajta jogászkodás, de itt a fő probléma a házszabályi ügyek rendezésén túl az az, hogy a magyar parlamentben ez két éve megengedett gyakorlat, és én pedig nem hiszem azt, hogy bárkit a választási eredménye legitimál arra, hogy a magyar parlamentben ilyen hozzászólásokat, ilyen bekiabálásokat, ilyen megjegyzéseket tegyen. Ez nem való oda, és azt gondolom, hogy elérte azt a szintet, hogy nem egy agyonhallgatással, nem egy elnéző mosolygással kell válaszolni, hanem rendkívül keményen ki kell mondani, hogy aki ilyen nézeteket képvisel, az bornírt, és nem való a magyar parlament. Most ehhez képest a Jobbikhoz köthetőnek mondják a betyársereget, amelyik október 23-án a Korvin közben tartott megemlékezést, ott konkrétan az a mondat hangzott el a főszónok Tyiritján Zsolttól, ő a főbetyár ugye, hogy gyűlölöm ezt a fajtát, és arra várok, hát ha lesz megint egy kormány Magyarországon, amelyik ezt a fajtát újra marha vagonokba rakná. Na ezért... Ez egy ünnepi megemlékezés volt október 23-án. Ez egy elképesztő mondat volt, de ez az, amiről beszélek, mert hogyha a magyar parlament plenáris ülés termében ilyen kiszólások elhangozhatnak... Ilyet ott is hall? Akkor... Nyilvánvalóan, hogy nem ilyen durván, de az, ugye a magyar nyelv az sokrétű és szép, és erre is alkalmas, rengeteg antiszemita megjegyzést lehet hallani a padsorok közül. Elsősorban ebből a frakcióban, ez pedig egy nyilvánvaló, szemtelen antiszemita megjegyzés volt. Én voltam a legjobban meglepődve, hisz nem voltam bent a teremben, és nem is értem, hogy Pörzse képviselő úr miért foglalkozott, miért gondolt, hogy ezt ő neki a magyar parlamentben el kell mondani. De a konkrét ugyentúl pontosan az ilyen betyárseregek vezérszónokai, vagy nem is tudom, hogy nevezzem őket, azért bátorodnak fel, mert ha a parlamentben, a plenáris ülésteremben ilyen hangozhat el, akkor mi ne hangozhatná el ő szerintük egy ünnepségen, és ez az igazi métej, és ez az, amire azt mondom, hogy sajnos mindig így kezdődött. Tegnap azt mondta Wittner Mária Hódmezővásárhelyen, ő ugye fideszes képviselő, és 56-os halálra ítélt, így aztán november 4-e az emléknap alkalmából mondott beszédet ott, hogy 56 címerét soha ne adjuk át a hóhérok kezébe. Ugye Mesterházi Attila hirdette meg, hogy Kossuth címert hordjanak a baloldaliak. Erre reagált Wittner Mária. Ez van mondandója? Ez egy hasonló színvonalú megjegyzés volt. Wittner Mária képviselő asszonnyal kapcsolatosan az ember rendkívül ambivalens, mert egyébként tiszteli az ő mártír sorsát, hisz nagyon nehéz éveket ért meg. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az ő megnyilatkozásai, hát finoman szóval bátorítják ezeket a tendenciákat. Azt kétségkívül meg kell mondjam, hogy antiszemita megjegyzés Wittner Máriától nem hallottam még. Köszönöm, hogy eljött és elmondta, hogy mit él át a parlamentben időnként. Én is köszönöm szépen. De jót.